Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió félhatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. November 16-a van Ödön névnapja. 75 éve alakult meg az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete. 1995 óta ez a nap a tolerancia nemzetközi napja. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. 2813 személy koronavírus tesztje lett pozitív Szerbiában az utolsó összesítés óta. 2-től este 9 és hajnali 5 óra között mindent bezárnak Szerbiában, leszámítva a gyógyszertárakat és a benzinkutakat. Egyelőre nem állnak át a szerbiai iskolák az online oktatásra. Fekete rekordot döntött Magyarországon az új koronavírus fertőzöttek száma. A szerbiai rendőrség és csendőrség munkatársai több autóbusznyi migránst szállítottak el Horgos környékéről. Az elmúlt 24 órában 2813 személy koronavírus tesztje lett pozitív Szerbiában, és 21 személy vesztette életét a kór szövődményeiben. Kórházban 3963 beteget kezelnek, közülük 161-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig több mint 87 ezer embernél regisztrálták a kórt. A halálozási arány 1,18%-os az országban. Nincs ok teljes távoktatásra váltani, jelentette ki Branko Ružić a szerbiai RTV műsorában. A szerb oktatási miniszter kiemelte, hogy Szerbiában mintegy 250 ezer gyermek jár óvodába, több mint 530 ezer az általános iskolás, megközelítőleg 250 ezer diák középiskolás és ugyanennyien járnak felsőoktatási intézményekbe. Az 1 millió 250 ezer diák mindössze 0,1%-ánál mutatták ki a koronavírus fertőzést. Ez pedig a tárcavezető szerint azt bizonyítja, hogy az iskolákban megfelelő a védekezés. A válságstáb hatásköre, hogy a teljes távoktatás bevezetését javasolja, de erről most egyáltalán nincs szó, tette hozzá Ružić. Csak akkor vezetnék be a teljes online tanítást, ha ugrásszerűen megnőne a fertőzések száma az iskolákban. Ako sam rekao da, na primjer, u osnovnim školama imamo preko 530.000 dece, trenutni procenat je nekih 0,1 na nivou čitave Srbije. Imamo situaciju da u nekim okruzima korona uopšte nije ušla u škole. Tako da nema razloga niti za paniku, ne daj Bože, nema razloga za prelazak na online nastavu. Imamo mogućnost za roditelje još od samog početka školske godine da ukoliko žele da se opredele da njihova deca idu ili pređu na online nastavu, to mogu i da urade. Ali do sada je taj procent u startu je bio nekih skoro 4%, pa u septembru 2,7%. Sada kada je počeo blagi rast, sada je 3,3%, ali to samo govori da roditelji u velikoj meri imaju poverenje. 2-től este 9 és hajnali 5 óra között nem tarthatnak nyitva a vendéglátóipari egységek, a boltok és a bevásárlóközpontok sem. Az intézkedések 15 napig tartanak, december 1-én az illetékesek újra elemzik a járványhelyzet alakulását, és ha kell, meghosszabbítják a szabályozást. Az újabb korlátozások az érintett ágazatoknak nagy kiesést jelentenek. Üresek az asztalok a Hajdújárási Hedéra étteremben. Remete Károly tulajdonos szerint az újabb korlátozás a családi rendezvényekre van legnagyobb hatással. Sokan mondják le a hétvégére tervezett asztalfoglalásaikat. A legújabb, ami legjobban érint mindenkit, legalábbis a mi esetünkben az, hogy 4 főnél többen nem ülhetnek egy asztalnál. Erre már most vasárnap az elmúltban volt gyakorlatunk, hogy egy szűkebb család, nagymama, nagytata 3 gyerekkel, 4-gyel, ez már nem ülhet egy asztalnál, 11 szemét 3 asztalhoz kell leültetnem, ami automatikusan azt jelenti, hogy őnekik sem felel meg, meg nekünk is nagyon kellemetlen. A vendéglátósok már március óta bevételkieséssel dolgoznak. Az állam iránti kötelezettségeiket, a beszállítóikat és az alkalmazottaik bérét ki kell fizetniük, viszont a bevételek a szigorítások miatt jóval alacsonyabbak. Sokan áttértek a házhoz szállításra.
Nem csak az éttermeket érinti a korlátozás, a többi között a kávézók, a kocsmák és az éjszakai szórakozó helyek munkaideje is módosul. Este 21 óra és hajnali 5 óra között semmi nem tarthat nyitva, leszámítva a gyógyszertárakat, a benzinkutakat és a házhoz szállítást kínáló éttermeket. Mirszád Gyerlek a szerb közmédia műsorában elmondta, a mostani intézkedéseknek várhatóan 10 nap múlva lesznek eredményei. A szerb egészségügyi államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakosság egy része nem tartotta tiszteletben az eddigi intézkedéseket sem. Situácia je dosta teška, za nama je jedna izuzetno teška noć gde su zdravstveni radnici zaista dali mnogo napora i ono što je najvažnije uspeli da odgovore poslu koji obavljaju, to je da zbrinemo sve pacijente koji su tokom noći se javili noćnim COVID ambulantama. Bilo je otprilike negde oko 200 pregleda. Epidemija koronavirusa iz dana u dan obara crne reke i možemo očekivati da će se to nastaviti i u narednim danima. Gyerlek hangsúlyozta, hogy az államnak szüksége van a lakosság segítségére ahhoz, hogy a rendszer kitartson december 1-ig. Ekkor ugyanis megnyílik a Batajnicai Covid kórház, amely újabb 1000 beteg ellátását teszi majd lehetővé. Híradónk után a közügyekben részletesen is foglalkozunk azzal, hogy mit jelentenek a vendéglátóiparból élőknek és a művelődési életben dolgozók számára a szigorítások. Dr. Dária Kisić Tepavčević szerint a kedden Szerbiában életbe lépő korlátozások nem egy-két napon belül, hanem két hét múlva hozhatnak csak eredményt. A járványügyi szakorvos hozzátette, hogy hatalmas nyomás alatt van az egészségügyi rendszer, és a most érvénybe lépő intézkedés, miszerint 21 és hajnali 5 óra között nem tarthatnak nyitva a vendéglátóipari egységek, a boltok és a bevásárlóközpontok, segíthet a koronavírus fertőzés terjedésének megállításában. A szakember arra is rámutatott, hogy továbbra is érvényesek azok az intézkedések, amelyek a kötelező maszk használatra és a távolságtartásra vonatkoznak. Kisić Tepavčević hozzátette, hogy a védőoltás megjelenésével a kórokozó terjedését nagymértékben korlátozni lehet majd, mivel az immunis személyek gátként állják útját a vírusfertőzésnek. A hétvégén Vajdaságban 1407 új koronavírus fertőzöttet vettek nyilvántartásba, ebből 659 eset Újvidékhez köthető. A Vajdasági Közegészségügyi Intézet hétfői közleménye szerint a tartományban már 27 községben van rendkívüli járványhelyzet. A legtöbb fertőzöttet továbbra is Újvidéken regisztrálják, írja 021.rs hírportál. A tartomány többi községében is folyamatosan romlik a járványhelyzet, ezért továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy az egészségügyi rendszer működő képességének megőrzése érdekében tartsák be a megelőző jellegű intézkedéseket. A Szabadkai Közkórház pszichiátriai részlege mától bekapcsolódik a koronavírus rendszerbe. Erre azért van szükség, mert napról napra növekszik a vizsgálatok és a koronavírussal fertőzött páciensek száma. Szabadkán rendkívüli a járványhelyzet, mondta dr. Gordana Krtinić, járványügyi szakorvos a Szerbiai RTV-nek. Jelenleg a 69 koronavírussal fertőzött személyből 19-en szorulnak kórházi kezelésre. 9-en vannak az intenzív osztályon, közülük 8-an lélegeztetőgépen. Magyarországon 6495-tel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, és elhunyt 93 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 3190. Kórházban 7236 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 582-en vannak lélegeztetőgépen. A hétvégén 901 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök Magyarországon, mert megszegték a közterületen, illetve nyilvános helyen előírt maszkviselési szabályokat, amelyeket az önkormányzatok határoztak meg. A tömegközlekedési eszközökön, a megállókban, az üzletekben, valamint a bevásárlóközpontokban 210 emberrel szemben kellett intézkedniük a rendőröknek a maszkviselési szabályok megszegése miatt. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős magyar államtitkár ismertette a köznevelés területén bevezetett legújabb intézkedéseket.
501 kizárólag középiskolai feladatot ellátó köznevelési intézmény tantermen kívüli digitális munkarendben működik múlt szerda óta. 31 iskolában van a mai napon rendkívüli szünet, ez az 1-8 évfolyamon tanító iskolák 1,2%-a. Továbbá 210 helyszínen van tantermen kívüli digitális munkarend, ami az 1-8 évfolyamon tanító iskolák mintegy 8%-a, jellemzően egy-egy osztályban vagy néhány osztályban, 15 esetben érinti a teljes intézményt a digitális átállás. Továbbá 222 óvodában kellett rendkívüli szünetet elrendelni a mai napra, ez az óvodák 7,5%-a. Nehéz a helyzet, nagy a nyomás, de az egészségügyi és a tanügyi dolgozók is állják a sarat. Ezt mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök Facebook oldalán közzétett videójában. A magyar kormányfő elmondta, a magyar operatív törzs ülésén áttekintették a hétvégén történteket és a rendelkezésre álló védekezési kapacitásokat. Szabad ágy jelen pillanatban, amely covidos betegek ellátására alkalmas, az 13.049, amely üresen áll és várja a betegeket, és intenzív ágyból is van 1634. Hogy ennek a nagyságrendjét megértsük, ez azt jelenti, hogy most van lélegeztetőgépen intenzív ágyon 582, és ennek a háromszorosa még rendelkezésünkre áll. A helyzet nehéz, de le a kalappal. Az ápolónők, az orvosok, az egészségügyi személyzet és az iskolában dolgozók előtt ismerte állják a sarat. Világszerte már csaknem 55 millió ember fertőződött meg a koronavírus járványban. A halálos áldozatok száma több mint 1 millió 300 ezer, a gyógyultaké pedig mintegy 38 millió. A betegség továbbra is az Amerikai Egyesült Államokat sújtja leginkább, ám több európai országban is kritikus a helyzet, és további szigorításokat vezetnek be. Hónapok óta az Egyesült Államokban van a legtöbb koronavírus fertőzött. A legfrissebb adatok szerint eddig több mint 11 millió esetet regisztráltak, csak nem 252 ezeren meghaltak, és mintegy 7 millióan pedig meggyógyultak. Az USA-t India és Brazília követi a sorban. Indiában megközelítőleg 9, míg Brazíliában 6 millió fertőzöttet jegyeztek fel eddig. Az európai országok közül Franciaországban, Spanyolországban, Angliában, Olaszországban, Németországban és Ausztriában súlyos a helyzet, ahol holnaptól teljes zárlatot rendeltek el. Az alapvető szükségleti cikkeket árusító boltok, gyógyszertárak és benzinkutak lehetnek csak nyitva, bezárnak az óvodák és iskolák is. Az emberek csak akkor hagyhatják el otthonaikat, ha munkába, bevásárolni mennek, vagy egyénileg sportolnak, és csak azzal találkozhatnak, akivel egy háztartásban élnek. A dolgozók, ahol csak lehet, otthoni munkavégzésre térnek át. Az új intézkedések kedden 0 órakor lépnek életbe, és egyelőre december 6-áig lesznek hatályban. Az országban eddig több mint 203 ezer beteget regisztráltak, és már csak nem 2000-en haltak bele a betegségbe, a gyógyultak száma pedig mintegy 126 ezer. Sebastian Kurz osztrák kancellár azzal indokolta a lépéseket, hogy jelentősen csökkenteni kell az emberek közti találkozások számát, és ezzel a fertőzés terjedésének lehetőségét. Az amerikai Moderna cég által fejlesztett védőoltás hatékonysága 94,5%-os, adta hírül a CNN. Ez mindenképpen egy izgalmas eredmény, értékelte dr. Anthony Fauci, amerikai járványügyi szakember. Ez azt jelenti, hogy a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű oltóanyaga mellett van még egy vakcina Amerikában, amely hatékonynak bizonyulhat. Persze a szabadalmaztatás még egy kis időbe beletelhet, mondják a szakemberek. A koronavírus elleni védőoltás nem lesz elég ahhoz, hogy legyőzzük a betegséget. Erre figyelmeztet az Egészségügyi Világszervezet. A vakcina csak kiegészítésként szolgál majd azon óvintézkedések mellett, amelyeket a világ országai bevezettek a járvány terjedésének megakadályozására. A WHO szerint kezdetben csak meghatározott mennyiségű védőoltás áll majd rendelkezésre,
Ezeket az egészségügyi személyzet az idős és rizikós csoportokba tartozó személyek kapják meg. Ez csak arra lesz elég, hogy csökkenjen a koronavírus okozta szövődményekben elhunytak száma, és lehetővé teszi, hogy az egészségügyi rendszerek kitartsanak. Hiába lesznek beoltott személyek, a WHO szerint még mindig nagy tere marad a vírus terjedésének. Azt javasolják, hogy az országok ne vonják vissza a szigorításokat és az óvintézkedéseket akkor sem, amikor már a lakosság egy része hozzáfért a védőoltáshoz. Elszállították a migránsokat ma délelőtt Horgos határmenti övezetéből a hatóság emberei. Ezt egyrészt az illegális bevándorlók okozta romló közbiztonság és a járványügyi helyzet tette szükségessé az illetékesek szerint. A rendőrségi akciónak a település polgárai örültek legjobban. Azt remélik, legalább ideiglenesen mentesülhet Horgos a migrációs nyomás alól. Hétfőn a reggeli órákban kezdődött el a horgosi határövezetben feltorlódott több száz migráns elszállítása a településről különböző szerbiai befogadó központokba. Mint ahogyan mögöttem is látszódik, a szerbiai rendőrség, a csendőrség és a határrendőrség tagjainak közreműködésével buszokkal szállítják el Horgosról az illegális bevándorlókat. A hatóság emberei minden eddiginél átfogóbb akciót hajtottak végre, hogy valamennyi elhagyott épületet kiürítsenek a Horgos-Röszke közúti határátkelőhely közvetlen szomszédságában. Ők maguk sem gondolták, hogy ennyi illegális bevándorló tartózkodik ott, ezért újabbnál újabb buszok érkeztek. Egyesek megpróbáltak megszökni, de a rendőrök még a gyümölcsösökbe és a bozótosokba is utánuk eredtek. Az épületekből kiterelt migránsokat származási országuk szerint próbálták meg csoportosítani, nehogy a buszokon összetűzések alakuljanak ki köztük. Amíg beszállásra vártak, rendőri kísérettel összeszedhették az épületekben maradt személyes holmiukat. Az illegális bevándorlók táskáit, podgyászát, ruháit a rendőrök és a csendőrök alaposan átkutatták. Közben újabb migránsok gyalogoltak a szántóföldeken, ők látván a rendőrségi akciót megpróbáltak a kukoricásban elbújni, de a hatóság emberei oda is utánuk eredtek. Sőreg Erzsébet szerint a rendőrségi akció után most legalább egy kis időre fellélegezhetnek a horgosiak. Mint mondta, ezek az illegális bevándorlók tartották eddig rettegésben a falu polgárait. Hálát adok a Jóistennek, hogy elvitték. Egyedül élő vagyok, félek. Mitől fél egyébként, vagy miért fél tőlük? Ott az eljutósuk mellett lakok, ott járnak, úgy néznek befelé, úgy bámulnak. Félek. Stojanovics Emília szerint a befogadó központokban a migránsoknak is jobb lesz, megfelelő ellátást kapnak, a településre pedig visszatérhet a nyugalom. Jól tették, és akkor kapják meg ott azt a helyet, ahova vitték őket, kapjonak ott meg talán, amire szükségük van, vagy nem tudom. De itt biztos, hogy nem jó, hogy itt vannak, mert azért hallom, hogy sok kárt tesznek a gyümölcsösökbe, a házakba. Nem csak az egyenruhások viseltek védőmaszkot, hanem a buszokba való felszállás előtt mindegyik migránst is elláttak egyel. Voltak, akiket csak az épületek másodszori átkutatása során találtak meg, de ellenük is eljártak a hatóság emberei. Nem hivatalos információk szerint csak nem 500 illegális bevándorlót szállítottak el Horgos határmenti övezetéből, legtöbbjüket a presevói befogadó központba. A buszok erős rendőri kísérettel hétfő délben hagyták el a települést. A határrendőrség az elkövetkező napokban ismét átfésüli a terepet, hogy felkutassák a még Horgos külterületén megbúvó migránsokat. Szerbia megmutatta, hogy képes megbirkózni a migráns válság okozta következményekkel, nyilatkozta Alexander Vulin, aki azokat a rendőröket látogatta meg, akik Belgrádban kutatják fel az illegális bevándorlókat. A szerb belügyminiszter hangsúlyozta, akik nem tartják tiszteletben Szerbia törvényeit és úti okmányok nélkül tartózkodnak itt, tudniuk kell, hogy Szerbia egy komoly ország, ahol az illetékes szervek mindent megtesznek annak érdekében, hogy fenntartsák a közrendet és a békét. Az állam végzi a munkáját és megvédi mindenki életét, tette hozzá az illetékes miniszter.
Magyarország fontos szerepet tölt be a regionális stabilitás fenntartásában, nyilatkozta Nebojsa Stefanovics, miután találkozott Pintér Attilával, Magyarország belgrádi nagykövetével. A szerb védelmi miniszter emlékeztetett arra, hogy Szerbia célja, hogy az Európai Unió tagja legyen. Emellett az is fontos, hogy a régió országaival minél jobb együttműködést alakítsanak ki, nem csak a béke és a stabilitás fenntartása érdekében, hanem a gazdasági fejlődés miatt is. A felek egyetértettek abban, hogy a védelem területén eddig sikeresen tudtak együttműködni, amelyet a következő időszakban is fejlesztenének. Stefanovics megköszönte Pintér Attilának a KFOR-ban szolgálatot teljesítő magyar katonák munkáját. Magyarország belgrádi nagykövete pedig elmondta, hogy 2021-től a KFOR-nak magyar parancsnoka lesz. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Felszentelésének 150. évfordulóját ünnepelte az oroszlámosi Szent Család templom. Felhős, ködös, csapadékos időjárás jellemzi majd a következő napot térségünkben. Mielőtt tovább mennénk, Farkas Atténéhez kapcsolunk. Szia, mivel várjátok ma a nézőket a közügyekben? Szia, köszöntöm a nézőket! A híradót követően a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt között megkötött koalíciós szerződésről, Pásztor István pártelnökkel beszélgetünk. Szó lesz a szabadkai koronavírus helyzetről, valamint szigorítások lépnek életbe, amely megváltoztatja az Újvidéken élők életét is. Erről láthatnak majd helyszíni riportot, valamint kommunális ügyekkel is foglalkozunk majd. Várom önöket a híradót követően. Köszönjük szépen! Felszentelésének 150. évfordulóját ünnepelte az oroszlámosi Szent Család templom. A jelenlegi járványhelyzet miatt csak szerény körülmények között ünnepelhettek a helyi hívők. Vasárnap délután jubileumi szentmisére igyekeztek az oroszlámosi hívek. 150 évvel ezelőtt szentelték fel a helyi Szent Család római katolikus templomot. Az ünnepség fő celebránsa Horváth Ákos káplán volt. A templom felszentelése egy közösség számára mondhatni születésnap. A templom születésnapját ünnepelik évről évre egy megadott időpontban, hiszen abban azon a napon foglalta le magának a Jóisten azt a földterületet, amire fölépült ez a templom, és erre szeretnének ezáltal évről évre megemlékezni. Az alkalmi ünnepséget a Szent Család római katolikus plébánia és a dr. Battyányi Stratman László Művelődési Egyesület közösen szervezte meg. A vírushelyzet miatt a szentmise után egy vers csokor lesz csak bemutatva. Az egyesület egyik kis fiatal tagja fog elmondani egy verset. Igazából szélesebbre terveztük ezt a kis művelődési műsort is, terveztünk, viszont a vírushelyzet miatt ezt mégis nem fogjuk most megvalósítani. Az ünnepi szentmisén Újhelyi Nándor, a törökkanizsai községi képviselőtestület elnöke elmondta, hogy oroszlámos vonatkozásában több jubileumról is meg kell emlékezni az idei évben. 150 évvel ezelőtt született boldog dr. Battyányi Stratman László, a szegények orvosa, egyébként oroszlámos utolsó grófja, és a Művelődési Egyesületünknek a névadója, és nyilván ugye 150 évvel ezelőtt, 1870-ben fejeződött be a helyi Szent Család római katolikus templomnak az építése, melynek ugye építése szintén a Battyányi családhoz fűződik, hiszen Battyányi Tarnóci Antónia grófné építette ezt a szép templomot. Újhelyi Nándor hozzátette, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően a helyi művelődési egyesület hamarosan egy székházzal büszkélkedhet majd, ami még jobban összefogja majd a helyi magyarságot. Lezárult az Adai Szarvas Gábor könyvtár rajzpályázata, amelyet 5. éve hirdetnek meg a könyvtár napja alkalmából. Idén a járványhelyzet miatt nem tudták megtartani hagyományos programjaikat, azonban a gyerekeknek szánt képzőművészeti versenyt nem szerették volna elhalasztani. A beérkezett pályamunkákból 14-et választottak ki. 12 rajz a könyvtár 2021-es naptárába kerül bele, 2 pedig külön díjban részesült.
Minden évben adakösségbeli általános iskolásokat kérünk meg, hogy rajzoljanak nekünk, segítsenek abban, hogy el tudjuk készíteni a könyvtár következő évi naptárát. Idén 228 alkotás érkezett Mohorról, Adáról, Törökfaluról, Völgypartról. Nagyon boldogok vagyunk, és nagyon sok gyerek vett részt. Az ajándékokat pedig holnapi nap folyamán, tehát szerdán az intézményekbe ki fogjuk szállítani, és úgy jut el a gyerekekhez. 60 ezer facsemetét ültetnek el a Fruskagorán. Az akciót a Nemzeti Park 60 éves fennállása alkalmából szervezték meg. Vajdaság egyetlen és Szerbia legrégebbi nemzeti parkja 50.500 tölgy és bükkfával, valamint 9.500 nyárfával bővül az elkövetkező időszakban, jelentette ki Radoslav Krunitja, a Fruskagora Nemzeti Park megbízott igazgatója. Milos Vucsevics, Újvidékváros polgármestere elmondta, az akcióval szeretnék felhívni az emberek figyelmét a természetes értékek megőrzésére. Magán cég küldött embert az űrbe, Elon Musk high-tech vállalkozó SpaceX magán űrhajózási társasága 4 asztronautát küldött a nemzetközi űrállomásra. A rakéta első fokozata 1 perc repülés után a terveknek megfelelően a már megszokott módon levált és visszatért egy úszó platformra. Az asztronauták előreláthatólag 27 óra repülés után dokkolhatnak majd a Föld fölött, mint egy 400 kilométerrel lebegő nemzetközi űrállomáson. Felhős, ködös, csapadékos időjárás jellemzi majd a következő napot térségünkben. A hegyvidéki részeken rövid ideig tartó havazásra is számíthatunk. Mérsékelt északnyugati lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet 2 és 8 fok között, még a legmagasabb 12 fok körül alakul. Szerdán is folytatódik a borús, esős időjárás, csütörtökön valamelyest kitisztul az ég. Csapadék ekkor már nem várható az előrejelzések szerint. Sima győzelemmel 6-3-6-2-re nyert az első helyen kiemelt Novák Djokovic az argentin Diego Schwartzman ellen Londonban, a Tokió 1970-es csoportban. Az idény utolsó férfi tornája, az ATP világbajnokság egyébként vasárnap kezdődött, amelyre az év 8 legeredményesebb teniszezője szerzett részvételi jogot. Egy-egyes döntetlent játszott Magyarország és Szerbia a labdarúgó nemzetek ligájában. Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a zárókör előtt második helyen áll négyesében, azonos pontszámmal az éllovas orosz együttessel, így még a csoport elsőségre is van esélye. A szerdai zárófordulóban a magyarok Törökországot fogadják a Puskás arénában. A szerb válogatottnak a megszerzett ponttal még maradt esélye a bennmaradásra. És a híradó végéhez értünk, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. 2813 személy koronavírus tesztje lett pozitív Szerbiában az utolsó összesítés óta. 2-től este 9 és hajnali 5 óra között mindent bezárnak Szerbiában, leszámítva a gyógyszertárakat és a benzinkutakat. Egyelőre nem állnak át a szerbiai iskolák az online oktatásra. Fekete rekordot döntött Magyarországon az új koronavírus fertőzöttek száma. A szerbiai rendőrség és csendőrség munkatársai több autóbusznyi migránst szállítottak el Horgos környékéről. Köszönjük figyelmüket a panonertv.com-on, további híreket és információkat találnak, és bejátszásainkat is visszanézhetik. Most hírháttérműsorunk a közügyek következik, maradjanak velünk, szép estét kívánok, viszontlátásra!